Pap Lajos, Zongora iskola, első kötet, 28-as darab. Megnézzük a darabot, ez tulajdonképpen 2, 4, 6, 8 ütem. A violinkulcs fölött van egy 8-as, tehát az feljebb fog egy oktávval kerülni. Ide van írva, ide fog kerülni, D-ről kezd, második ujjal. A balkész basszus kulcs fölött szintén van egy 8-as, tehát az is egy oktávval feljebb kerül. A hangról harmadik ujjal itt van írva, ide fölülre kerül. A számolás egyet, kettőt, 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 egyet, kettőt. Az újrend itt is úgy alakul, hogy a C-n van az első új, D-n második, én harmadik. Utána jött kézben csak második és harmadik új van, ez D és E hang lesz, bal kézben C van, első új, H is van, az második új, A az harmadik új, és van egy G a dallam motivum végén, az negyedik új lesz. Tehát a kíséret, a tanári kíséret az úgy van hozzá, hogy előtte beszámolok egyet, kettőt, és akkor játszom egyet, kettőt, 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 egyet, egyet, kettőt, 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 egyet, kettőt. Ez most kétszer ment egymás után. Most egybe lejátszom az egészet, hogy hogy kell ennek majd szólni. Előtte beszámolok, egyet, kettőt. Ez lenne a darab, együtt érdemes a kísérettel játszani.